van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 8 óra 17-kor rohanunk tovább a Millás reggelivel Ács Gáborral a 0-30-20-10-9-0-9-es SMS, WhatsApp és Viber szám végén. És Mihálovics Andrással. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Baleset a Bécsi úton kifelé az Zaj utcánál, a külső sávban. Torlódás. Baleset a 13. kerületben a Dráva utcában, a rakpart irányában. Arra sem egy leányálom. És ennyi? Igen. Na, akkor gyorsan szaladunk. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Nem vennénk, nem vennénk a szívünkre a Feledi Botond Lekésne repülőgépet, úgyhogy az Irán politikai berendezkedéséről szóló beszélgetésünket már is elkezdjük. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na, hogy szóljál azért, hogyha zárják az ajtót, nehogy ott adjanak ezek az átkozott fapadosok. Köszönöm. Na, Irán politikailag, hát egy szóval jellemezhető a belpolitikája és a külpolitikája is, ajatollak, nem? Ajatollah, így van, abszolút, tehát Khamenei, és tegyük hozzá, hogy legutoljára 2021. augusztusában voltak választások, amin egyébként a választók több mint 60%-a részt vett, és ebben Raisi nyert, az a konzervatív elnök jelölt, aki korábban próbálkozott a mérsékelt Ahmadinejadokkal és másokkal is. Most sikerült neki az elnökséget megszerezni. Azért emlegetem őt, mert kifejezetten úgy portrézzák már évek óta őt az iráni sajtóban, mint az egyik lehetséges utódját az ajatollahnak. Tehát lehet, hát ugye az ajatollah 39-es születésű, tehát azért kell számolni még egy teokráciában is a természet törvényeivel, és ha ez így lesz, akkor egész biztos, hogy itt hát néhány frakciónak néhány jelöltje azért versenyzik majd a pozícióért. Most úgy tűnik, hogy ez a frakció bizony keményen betette magát és elnököt szerzett. Hogy egy picit még itt a Raisinak a profiához annyit mondanék, hogy hát az 1988-as egyik legnagyobb politikai börtönviseltek kivégzési hullámában ő volt a négy fős véres bizottságnak a tagja. Akkor mai napig akkor ő kemény vonalas. Abszolút. Hát nem tudjuk, hogy 3000 vagy 30 ezer ember halt meg valahol a kettő között, de azért ez egy óriási szám. Tehát egy nagyon-nagyon kemény vonalas, kőkemény konzervatív van most az irányi. Most ez egy szabad választás volt? Hát nem tekintjük annak. Tehát a nyugati mértékadó szervek szerint ez már, ugye ismerik azt a kifejezést, hogy fair but not free, vagy free but not fair, tehát lehet itt játszani a szavakkal. Ugye több száz jelölt indult, ebből végül hetet hagyott jóvá az a egyébként jogi értelemben ilyennel csak teokratikusan rendelkező tanács, aki eldöntötte a jelölteknek a sorsát. Uh-huh. Ez nem jó hír, ez az embernek a megválasztása a világ számára, hiszen az ajatollah nem csak Irán bel, hanem a külpolitikáját is meghatározza, gyanítom. Így van, így van. Hát a apró öröm az az, hogy ő azzal kampányolt, hogy az amerikai szankciók valamilyen mozgatásáért fog majd dolgozni. Ugye ez történik most, zajlanak abszolút az új atom tárgyalások, tehát az Iránnal való nukleáris megegyezés. Ez ugye főleg most az olajtermelés, gáztermelés miatt hihetetlenül izgalmas lett, és Biden is keményen dolgozik ezen, viszont hozzá kell tenni, hogy ezt most nem képzeljük el, egyelőre nem az amerikai küldött jár Teheránba minden nap, hanem itt bizony a háború előtt is orosz közvetítés volt. Tehát lényegében az oroszoknál van egy olyan tárgyalási pont, hogy esetleg ők átveszik-e a már tovább
dúsított uránium készleteket, és ők őrzik-e majd Iránnal. Tehát itt egy nagyon-nagyon érzékeny díl alakul, most a hétvégén is bemondták azt, hogy ez akkor fog igazán működni, hogyha az Egyesült Államok már előre ad garanciákat, magyarul már előre néhány szankciót gondolom felemelne, vagy más módon a Woodville-t meg tudná vásárolni a teherániaknál. Hát érzik, hogy helyzet van, de hogy mennyire van helyzet, hát egyszerűen gyönyörű a világpolitika. Több száz iráni üzletember volt nemrég Moszkvában egy üzleti találkozón, tehát abszolút pörög az orosz-iráni üzlet. És ugye az a kis értekezlet, amiről beszélgettünk veletek két hete, hogy Afganisztán kvázi szomszédos országai és érdekelt országai találkoztak, ugye ott Irán is részt vett, ott pedig a kínaiakkal írtak alá megállapodást. Tehát, épp azt akartam mondani, hogyha az Egyesült Államok számára nem szalonképes valami, akkor például Kína, Oroszország, India számára attól még az irániak szalonképesek lehetnek, és ott ülnek egy halom szénhidrogénen. Abszolút szalonképesek, és a kínaiaknál egyébként ez az egyezmény részben antiterrorista egyezmény, tehát ez azt jelenti, hogy irániak is feltalálták a keleti nyitás politikáját, tehát ők is most inkább keletre koncentrálnak, ami ugye kínai érdek is, hogy az afganisztáni és egyéb régiókat pacifikálják, ne felejtsük el, hogy a pakisztáni miniszterelnök éppen megbukott a hétvégén. Tehát itt izgalmas feladat Iránnak is, meg saját érdekei is, viszont itt találkoznak a regionális szereplők érdekei, és hát ebben most mindenki élvezi azt, hogy az Egyesült Államok azért hát legalábbis nehezebben tud beavatkozni ezekbe a folyamatokba. Hát rábízta a szövetségeseire, a szaúdiakra, meg az izraeliekre, ízlelgessük, szaúdi-izraeli szövetség Irán ellen. Így van, tehát gyakorlatilag ha Biden feladná az atomdíl ügyét Iránnal, akkor ugye az Ábrahám egyezményben összebarátkozott öbölmenti és izraeli politika lenne az, aki adott esetben az OPEC termelést meg tudja emelni. Ha véletlen összejön ez a megállapodás, amire egyre kevesebb esélyt látni, tehát egyszerűen az oroszoknak ez nem érdeke, ugye egy teljesen egyértelműen, hogy összejöjjön, akkor meg megharagudnának az Ábrahám országok. Tehát itt egy eléggé egyértelmű trade-off kérdés van. Uh-huh. Iránnak vannak regionális hatalmi ambíciói? Teszem fel az álnaív kérdést. mindig is voltak. Tehát ez soha nem is volt kérdés, magát is. Hát azért gondoljunk bele, hogy egy perzsa utódállam, tehát aki ott volt már x ezer éve is, és most is ott van, tehát azért ez egy nagyon másik birodalmi szemlélet, ugyanúgy, mint Kínánál, a középbirodalomnál, úgyhogy ő egyértelműen ezért is nem kevés erőforrás vetett be a szíriai polgárháborúban, más helyeken, ahol a szunita síta ellentétel tudott egy kicsit politikai előnyöket szerezni. Uh-huh. Úgyhogy ez mind működik, ugye egy dolgot még mondanék a végére mindenképp, ez pedig az, hogy nagyon-nagyon kemény a klímaváltozás helyzete Iránban. Tehát a társadalmi hatása is kőkemény, városba mozgás a vidékről, ahol már kiszáradtak a dolgok, illetve hát most éppen csak felcsaptam az újságot, és ott is az első híd az volt, hogy 75 ostorítést mérnek arra, aki a lokális vízügyi hatóság ellen ment tüntetni a kiszáradó helyi kutat miatt. Tehát itt egy nagyon-nagyon kemény társadalmi feszültség van, ami nyilván a radikalizációt szokta klasszikusan szolgálni a történelemben. No, hát érdekes, izgalmas része ez is a világnak. Utadra engedünk, hogy nehogy a stewardess csavarja ki a mobiltelefont a kezedből. Nagy dühötten, úgyhogy köszönjük szépen, hogy a zaklatott környezet ellenére is helytálltál, nem is akárhogy. Köszönjük még egyszer, Botond. Jó utazást kívánunk! Köszönöm szépen, jó beszélgetést az Olival, sziasztok! Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértő vázolta fel gyorsan ilyen utcai portré festő módjára Iránnak a bel- és külpolitikai arcképét.